Lajos, kenyaiak. Szép róza, megmondja őszintén, első látásra egy női kosárlabda csapattal keverte őket össze. Egy nem nagyon csinos, de erős csapattal, csak hogy voltak ott szép számmal férfiak is, vagy hogyan fejezze ki magát, strucpikák. Másrészt meg az ő kérdő nézésére maguk állították magukról ezt a dolgot. És én legyek szíves, ne csóváljam a fejem, ilyesmit nem lehet csak úgy kitalálni, hogy az ember strucc, csak a tényleg. Különben is, itt attól, tessék bizonyítéknak, úgy tépte ki neki titokban az egyik ilyen asszonyka a farkából, mert az különben ő nekik nagyon tilos, az ilyen kitépés. Attól is pénzt ér, nem is keveset. A házi strucc nem játék, minimum 20 000 euróba vannak tenyész családonként, plusz áfa. És igenis, ez szép sorban mind elmesélték ő neki, megérezhetik benne a közös húrt, mely a látványt áthidalja. Ott idejük áldogáltak, kólázgattak a hévízi parkban, a fiatalabbja hintázott, várták a buszt, és valahogy megjelent a nyelvük. Elmondották, hogy van ő közöttük két nyakú, vörös nyakú, van továbbá afrikai fekete, hogy a nem fajtisztákra szót se pazaroljanak, ez az egyformaságuk tehát csak látszat. Az ő szemükben is mindenki szakaszott úgy nézett ki ebben az Európában, mint a szép róza. Legalábbis eleinte. Senki ne higgye, hogy könnyű neki például leküzdeni a félelmet, amit általában kiváltanak az erőtelen méreteik folytán, holott kifejezetten jámborak, lévén 5 dekagram agyuk a fejükben, pont annyi, mint egy magyar tyúknak, csak ugye 100-szor akkora testhez. A lényeget tekintve, tehát nem kiugróan okosak, ezért nem is nagyon nyilatkozhatnak ide-oda, arra van a szóvivőjük, vagy ügyvivő, Joe Kasznár, aki igazgatja a farmot közmegelégedésre, csak most eltávozott, a sofőrt megkeresni. Akkor hát farmon tetszenek lakni? Ott hát farmon vagy kommunában meg lehet látogatni omelet party, strucc folk videó. Prima dolguk van a Káli medencében, ebben a többség megegyezik. A klíma bizonyos fokig, mint Kenyában, mert ők kenyai telepesek egyébként, ha valaki nem tudná. A húsuk pedig tisztára koleszterinmentes. Színe a marha húsra, íze ellenben a bori húsra hasonlít, mondja egy fiatalabb tojó, ül a hintán, és elvörösödve teszi hozzá, hogy a nyugat tisztára meg van őrülve tőlük. Na de hát akkor magukat itt levágják. Szaladke erre szép róza száján az egyszer és logikus mondat a hévízi parton. Lehát. De csöppet sem haragudtak meg a felvetésre, csak bólogattak, hogy lebizony. Őket levágják, hasonlatosan a disznóvágáshoz, legalábbis a technológia sokban hasonlít, strucc hurka, strucc kolbász, strucc disznósajt, vagy hogy fejezik ki magukat, itt csülök nem, meg fejhús. De strucc tor például van, megülik, ha esik, ha fúr. Megmondva az őszintét, új neki kicsikét, még ez az új haza, ez az Európa, de azt hallották, hogy nekünk is új, magyaroknak. Lényeg a lényeg, ugyanaz a népi konyha kultúra, már ami a vágást illeti, bár ők
alapjában tenyésztésre vannak itt, szállást csinálónak, őket még nem a húsukért tartják, persze, ha történik velük valami, akkor nincs mese, hasznosulni kell, viszont ha nincs baleset, van esély leélni a 70 évet. Többet is, mint az itteni őslakóknak, mert a struccok nem dohányoznak, nem esznek húst, nem isznak alkoholt, és nem rombolják magukat, mint az emberek. Róza, Róza, maga ezt álmodta, hogy ő aztán nem, hogy ő így görbül meg, és tessék, nézze meg csak a tollat, szakasztott, mint a Tomori Pál állítólagos harci kalapjának Keszthelyi Múzeumban. Antisztatikus, táncos nők és takarító nők bolondulnak érte, és nélkülük, a struccó tolla nélkül a riói karnevál kapatúrót se ér. Ezen kívül úgy teszik elgondolni, minden egyes tojásom 1200 USA dollár, súgja ez a Tomori né, a Szent József néve, szóval, hogy ő tojó, ha kinek ilyesmiről is beszélni, és 40 éven keresztül évi 30-70 tojást lerak. Márpedig annak darabja másfél kiló, és szakasztott olyan a rántottája, mint a tyúkénak. A rántottánk, mondja el egy szigorú kakas, de mindenki fegyelmezettek, sőt, katonások, egyforma kis hátizsákban rajtuk a takarmánnyal, meg fehér jogging és gorsakkal. Jöttek kirándulni a busszal, Nagyvázsony, Füleden a Tagore sétány megtekintése, aztán Badacsony, itt föl is léptek a pecsenyes soron egy kis kenyai hattyúk tavával, mert ők mellesleg tánccsoport, és most ez a jutalomboli hévízi fürdés családostól. Nem tudják, hogy a néninek tetszik-e tudni, miszerint náluk egy kakasra két tojó jut, és még így is gondolja, muszáj a családokat elkülöníteni, mert különben túl sok lenne a félrekúrás. Ezt itt tanulták a struccot, az európai kifejezés. Szóval sok veszekedés lenne, és ha belegondol az ember, hogy egy struckakas 2,5 méter magas, és több mint másfél mázsa, hát egy ilyen összecsapáshoz a szarvasbőgés semmi. Arról most nem is beszél, hogy nekik a verekedés egyáltalán nem rentábilis. Nagyjából 1 négyzetméter kidolgozásra alkalmas bőrük van, azt nem tanácsos összetépetni, mert legalább 800 eurót ér frissen ledőrözve is. Ez olyan bőr, hogy a legnagyobb divatcégek varnak belőle motoros dzsekit, Gucci-t és Hermes-t. Minden Harley Davidsonos a mi bőrünkben szeretne lenni. Azt nevesen elmondhatják, hogy nem tanácsos velük kikezdeni, mert ők jámborak, de ha helyzet van, előrefelé rúgnak, mint a ló, csak nagyobbak. Tessék egyszer eljönni, kipróbálni, ugyanúgy lehet, ez a helyes kifejezés, struccagolni rajtuk, hogy ők a jövő lova, még az se volna túlzás megkockáztatni. Na de, ha mégis, szóval, ha igazából úgyis madarak, kérdi szép Róza, nem támad kedvük olykor repülni? Ajjaj, ekkora kufferrel nem megyed az már, feleli a Tomorinénak szólított asszonyka az urába karolva, nem igaz angyalom.
Hát, ami igaz, az igaz, illetve magát a szigorú és okos arcú kakas, azt szokják mondani, kezi csókolom, hogy mink madárnak ló vagyunk, lónak meg madár. Ergo a struc a Pegazus közeli rokon. És ez helyes megfigyelés. Ami pedig a repülés témát illeti, rátekszett hibázni, mindig van fantaszt, aki megpróbálja, de hát mire megy vele, csak a lábát törje, aztán levágja, nem éri meg a kockázatot. Mondjuk forró nyári éjszakákon a legkopaszabb nyakú öregek mesélnek bizonyos nem hivatalos legendákat, hogy ők pont úgy repültek volna ide, mint a gólyák, de hát ez mese csak, fostos csibétnek való nem másnak, okos struc csak mosolyog ezen, legyint a csipszes zacskójával a tomorít nevű kakas. Így van ez, manyikám! Tojásként jöttünk, és tojásként megyünk el. Ez már az összes struc oda gyűl a hévízi parkban, bólogatnak, ragyog a szemük. Író, súgják, ez a mi jó nevű írónk. Ennen tollával, mint a pelikán. Aztán, mikor a sonkanadrágos golfsapkás kisember megjön a sofőrrel és a sípjába fúj, csak úgy szaladnak mind a buszhoz, egy le nem maradna, hiszen szökni úgyis lehetetlen. Ezzel a fizimiskával, asszonyság, addig se jutnánk, mint maga a szavannán, mondják búcsúzóul, szép rózának, és elpöfögnek, kezdve.